Visszatérve a hazai hiphophoz, ki az, aki szerinted a legtöbbet lépett előre saját magához képest, és ki az, aki mondjuk a legtöbbet vissza, szintén saját magához képest? Jó, minden engem már úgyis már utálnak annyian, hogy simán mondhatom. Szerintem, aki a legtöbbet lépett vissza saját magához képest, az a DSP, és talán a tesóék. Ez alatt azt értem, hogy szerintem sokkal több van bennük, mint ahol most tartanak. És ez nem azt jelenti, hogy rosszabbak lettek, hanem csak egyszerűen, nem tudom, lehet, hogy náluk csak a csomagolás technika nem működik annyira jól. Aki viszont meg abszolút, hát nekem mondom a 2015-ös az NB-n kívül meglepetés számomra Tink és Mulató Asztékok. Illetve még azt mondom, hogy akit még nagyon-nagyon-nagyon kevésbé hallgatnak és kevésbé hívják meg őket, és rajtuk is szeretnék segíteni, ők egy pécsi csapat, a Stereo Kollektív, ők szerintem ők is nagyon-nagyon ügyesek, és valami miatt egyszerűen nem tudják elhagyni azt a baranyatáblát. Pedig már évek óta reppelnek, és nagyon magas igen, szinten. Igen. Nagyon igen, magas szinten. Jó, hát majd akkor valami kapcsolatot intézünk, és akkor meghívjuk őket ide a repterápiába. Jó, ámen. Jó, oké, NB nálad? Én ezt passzolom. Nem érzed, hogy ki az, aki nagyot lépett előre? Hát nem. Mit, csak azt sem mersz mondani senkit? Magadat sem? NB! Magadat sem mered mondani? Hát én magamat nyilván annyira kívülről nem látom, úgyhogy nem tudom. Ez is olyan, hogy egyébként hogy ezek a számok, például a 220, ami most úgy nagyon megy, az is igazából már egy másfél éves zene, vagy nem is tudom, közvetlen a Annyi forintosom lenne után csináltam, úgyhogy én már falra megyek tőle olyan régi igazából. Jó. Miért még tovább megyünk, akkor hozzád is intézném a kérdést, hiszen azért rengeteget foglalkozom a magyar hiphoppal. Aki nagyon nagyot lépett előre, szerintem egyébként az egész Vimbiózis csapat egyre ismertebb, de én NB-t mindenképpen ide említeném, aki borzasztó nagyot ugrott előre, és nagyon sokan mondták egyébként, hogy boom, ez az NB, igen, megfordult egyre több fesztivál, stb. Egyébként tuti, hogy NB-t mondanám, és nem azért, mert itt ülsz, hanem ezt beszéltük egyébként még szerintem telefonon is. Aki egyébként szerintem nagyon sokat lépett vissza, és ez valahol egy kicsit fáj is nekem, az a Sziszka Finucci, én azt gondolom. Aha. A veterán albumával. Igen. Nem sikerült olyat letenni az asztalra, ami hozná azt a régi szintet, hogy igen, leteszed, és akkor végighallgatod, hanem középszerű, közepes trackek jöttek ki sajnos egyébként. És ahogy említetted a DSP-t, valóban kevesebben nézik most a dalaikat, de nekem baromira tetszenek ezek az új stílusú zenék tőlük egyébként, úgyhogy én a visszalépést maximum megtekintés számban érzem én náluk. Is így éreztem, tehát hogy kevesebb szer találkozó velük plakátokon. Uh-huh, igen. Én ezt így értettem, tehát mondjuk üzleti szempontból világos, visszalépés. Világos. Amúgy egyéb iránt pedig respekt nekik, hogy azt mondták, hogy bemutatták, amit kell, a két öklüket, a középsőjükkel kimeresztve, és azt mondják, hogy mi már pedig azt csináljuk, amit mi szeretnénk, és nem fekszünk le senkinek. Emiatt maxi respekt nekik. Abszolút. És igen, a Mulató Asztékoknak a Tűsorok EP-je, az annyira sokat hallgattam egyébként, hogy ez valami baromi nagy, de még aki szerintem óriásit lépett előre, szintén saját magához képest szerintem a Birsi Walk, az hatalmasat lépett előre, most már mindenki ismeri őket, és egy viszonylag ismert underground rap csapatból léptek elő, úgymond most már talán lehet mondani a pop piacra is, akár. Egyébként valami van benne, mert mondjuk ez a vihar, cuccuk, ez amúgy nekem kifejezetten tetszett. Mondjuk lehet, hogy pont egy olyan pillanatban kapottál, amikor úgy vevő voltam erre az érzésre, és valahogy megéreztem, de ja. Én mondjuk én fesztiválokon is soha nem találkoztam vele. Jó, most mit nevezünk? OMF-eken nyilván, illetve hip-hop orientált fesztiválokon, igen, de amúgy más helyeken én nem nagyon találkoztam plakátokon a Birsi Walk nevével. Szóval... Amúgy azért szerintem nekik nagyon-nagyon jót tett, hogy a Triek mondjuk így beszállt alájuk, azt hozzáteszem. Abszolút, és én baromi jó beatmaker. Ja, hát Triek, imádom. Na, hatalmas figura, nagyon-nagyon jó zenéket csinál, tényleg. A műsor partner oldala a közértes.hu. Valamint a Hungerground magazin. hungerground.blogspot.hu